Vegán kekszek, vegán sajtok, glutén és tejmentes szendvicskrémek és desszertek. Február 1-től nem csak a pékségek és az éttermek, de az élelmiszerboltok is elfogadják a szép kártyát. Köztük az olyan speciális termékeket forgalmazó helyek is, mint ez a nyíregyházi üzlet. Vásároltam már itt, igen, most próbálkozom éppen a kenyerek sütésével, úgyhogy nagyon örülök neki, mert a férjem, mivel szép kártyát kap a munkahelyén, ezért el tudom költeni. Ebben a pékségben eddig is lehetett szép kártyával vásárolni, de csak kész ételeket. A bolt üzletvezetője arra számít, egyre többen használják majd a szép kártyát azok is, akik valamilyen ételallergiában szenvednek, és ezért otthoni elkészítéshez keresnek hozzávalókat. Nagyon sokan szerettek volna eddig gluténmentes liszteket, termékeket vásárolni szép kártyával, korábban is. Sajnos csalódtak, hiszen eddig a rendelet alapján úgy tudtak vásárolni, hogy a pékáruinkat, illetve a street food kínálatunkból választhattak a vendégeink, de most már a február 1-i rendelettel több mint 700 terméket vásárolhatnak meg a szép kártyával a betérők hozzánk. A szép kártya zsebei közötti átjárhatóságot tavaly áprilisban tette lehetővé a kormány, a legújabb rendeletek pedig már a hideg élelmiszer vásárlást is lehetővé teszik. Erről Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszélt február 1-i Facebook videójában. Mivel a szép kártya zsebek közötti átjárhatóságot már tavaly áprilisban lehetővé tette a kormány, így élelmiszert is bármely zsebből, tehát nem csak a vendéglátás, hanem a szálláshely és a szabadidő alszámláról is fizethetünk. Azok a munkavállalók tehát, akik rendelkeznek szép kártyával, azt már a napi élelmiszervásárláshoz is fel tudják használni. Továbbra sem lehet bármit vásárolni a szép kártyával, nem lehet például alkoholtartalmú italokat, vegyi árukat, kozmetikumokat, állateledeleket, újságokat vagy mobiltelefon feltöltő kártyákat venni. A rendelet 2022. május 31-ig érvényes.